Sziasztok, itt Templier, és egy 401 pörgetés következik. Ugyanis kértétek, hogy legyenek hosszabbak ezek a részek, illetve most megpróbálok videókból is, hogyha tudok, akkor hosszabbat felvenni. És igazából megháláljátok, úgyhogy miért ne? És akkor most 400 jegyig fogunk mellé beszélni. Hát ez lényegesen több lesz, mint 10 perc. Egyébként egy elég erős indításom volt, ugye azzal a 38 darab asfaltörőkossal, és ugye folytatódik még ez a jutalomáradat, amit meg kell jegyeznünk, 705 000 pénz és 21.985 rubinunk van. Ez ugye azért fontos, mert azok a legértékesebb dolgok, amiket itt nyerni lehet. Vitatkozunk ezen, de azok elég értékes dolgok, amit itt nyerni lehet, és így viszonylag ellenőrizhetően tudjuk nyomon követni ezeknek a gyarapodását, ugye a közvetlen valuták. Szóval azokon látjuk, hogy mennyire volt sikeres az adott nap. Na, ott például egy 800 rubin. Hoppá, hogy kifogta az M-player, már is 22.700 rubinom van. Ami végül is egész jó. Még maradt 300 jegyünk mindenféleképpen a mai napból. Körülbelül 40 jegyet szeretnék meghagyni. Értelemszerűen akkor talán egy picit több mint 400 jegyet pörgettünk el, de ezt most azt a kis szórást téved, és engedjétek el nekem 400 jegy pörgetés, és kész. Nyilván 400 jegyet nem lehet egy az egyben elpörgetni, vagy 399, vagy 402 lesz legalább, hogyha ha nagyon közel akarunk maradni a 400-hoz, szerintem az 400 fölött lesz bőven. Atya Isten, ennyi beszélni, mindegy. Kicsit több mint 400 jegy lesz, de 400-ra indultunk. Na, most választunk egy középsőt, pénz. Vitathatóan a legértéktelenebb, amit kihúzhattam abból a háromból. 30 mocsári csappantó. Az viszont egy nagyon jó dolog. Meg a vasfaltörőkosok is. Valamint a több nap prémium idő is. Prémium idő, de jó Isten, mikor volt az. Szóval a VIP idő is egy rendkívül jó dolog, hogyha lenne mellé megfelelő VIP szintem. Na, most azt a 14 óra VIP-t ezt jó lenne kihúzni itt középen, de nem az volt ott, úgyhogy ezt bukta. Na, majd legközelebb. Azt mondtátok, középsőt nyissam, most meg szinte semmi nincs középen, csak 800 rubin. Az elengedhető. Nem egyébként. Csak már több mint egy napnyi VIP időt vesztettem el, amiatt, mert középre kattintottam. Hát alapvetően azért láthatjátok, elég sok jegyet nyerünk, úgyhogy ez meg lesz olyan 450 jegy elpörgetése is. Ami már ugye szerencsénkre hozható hárommal. Hát ilyen bal szerencse nincs. Tehát 3-14 órás VIP-t elhalasztani zsinórban, 2 percen belül mondjuk max. Azért ez csak nekem sikerülhet. Húha! Itt azért elég brutális eszközkészletek vannak a keréken. Egyébként egész jó cuccokat nyerünk, amiket nem mondok, azok is elég jók. Hát felszerelésből is kell rengeteg. És van még majdnem 300 jegyünk, amit ugye ma szeretnék elpörgetni. Hát most meg középen lett volna a VIP. Buta. Szóval, 47-ek vagyunk, és még közel sem értünk a végére a dolognak. A versenynek sem, mert van még majdnem másfél nap belőle, de egész jól állunk. Na, VIP idő. Úgy látszik, csak ott tudom kipörgetni. Mármint kártyába kihúzni, nem tudom. De ez már több mint egy nap szerintem. Javítsatok ki, ha tévedek, de ez már több mint egy nap szerintem. Most már biztosan. Mocsári csappantó, nagyon király, abból még egy olyan 400-500 nyugodtan jöhet. Legyen elég. Középen... Nem kommentálom. Na, legyen valami jó. Pénz. Jó, hát végül is az nagyon rossz. Kő, nem tudom mi a francnak. De az is jöhet egyébként. Még van hely a raktárban. Ha nincs hely a raktárban, akkor is megkapjuk, úgyhogy tényleg nagyon jöhet. Na, még 30
csappantó, az nagyon király egyébként. Tehát ezzel úgy be lesz védve az árok, ha beteszem őket, hogy nagyon. Egyébként valószínűleg nem annyira, de közelít a nagyonhoz. Nyilván a tüzes árok a legjobb szerintem árokvédelemre, úgyhogy hát igen, idegenek vérvarjak ellen, meg természetesen más játékosok ellen inkább a tűzárok használta ajánlott. Most már meguntam a lófarkos lobogókat, úgyhogy inkább egy kis VIP pontot kaptam. Még egy kis VIP idő, lassan már a 2 napot közelítjük. Még több fölösleges kő, ugyanis most semmire nem akarom éppen használni. Bár lehet, hogy de, csak nem tudok róla. Na, azt a sisakot jól lenne kihúzni most már. No comment. Egész jól fut egyébként a kerék, most egyre folyamatosabb a pörkése, úgy veszem észre. Szóval Okemmel is egész jó a szerencsekerék. Úgyhogy mostantól nem lesz nagy ronda bendiken felirat egy pörgetés közben. Ami értendő, most elég sok jegypörgetést tervezek felvenni ma, úgyhogy értendő azokra a nagyon sokakra. Igen, lassan már szerintem a 2 nap VIP idő is megvan. Pénzből is nagyon haladunk, majdnem 30 ezer. Kőből is nagyon haladunk, csak az meg nem érdekel. És ez még rímelt is. Hú, de kemény vagyok. Nagyon sok jegyet pörgettünk egyébként, úgyhogy 50-et hagyok meg a végén. Tehát még 130 jegypörgetés lesz most, még 130. 130 nem osztható 3-mal, úgyhogy számoljunk csak, 43. Na, léci, léci, sisak! Basszus! Jó lenne egyébként ezeket az eszközöket begyűjteni, mert tök sok hatalom pont, de hát ha nem, akkor nem. Na nézzük, még egy kis pénz, most már bőven elég pénzt kaptam, most kéne egy kis rubin. Most már lassan sírok. Lassan sírok, tényleg. Hát hogy lehet ennyire bal szerencséje valakinek? Veletek is ennyit szívózik a kerék? Vagy csak velem? Vagy csak ez erre a kastélyra pikkel valamiért. És fa. Mi a jó életnek kell nekem több mint 30 ezer fa? Megint fa. Ne idegesítsél már. Kis piros zászló. Az se a legjobb egyébként. Még több fa. Most már engedjük el ezt a fa kérdést. Jó, bőven elég van. És ez feltornálsz a kő fölé? Jól érzékelem. Volt 38 ezer kövem, 28 ezer fám, és így pörgettem egymás után 4-szer fát, vagy nem tudom, 3-szor. Na, végre! Végre valami hasznos. Még 1000-est léptünk Rubinban. Ó. Na, hát megtalált a szerencsés srácok. Csak az a lényeg, hogy jó, baloldalt nyitunk, baloldalt. Maradjon csöndben a komment szekció. Baloldalt nyitunk mostantól mindig. Mindig. Kivéve, ha el nem felejtem. És amikor elfelejtem és középsőt nyitok és a bal oldalon van valami jó, akkor meg majd szépeket mondunk. És nem ez családbarát a tartalom, ami engem fog a legkevésbé érdekelni. Na még több rubin, 24 ezer rubinunk van. Azért az már egy használható mennyiség. Még több fa, még több kaja, kaja végül is jöhet. Mondta Templier, majd kapott még egy kis kaját. Na most az a kérdéses, hogy mennyire hasznos legendás felszerelés. Az nyilván jól jött volna, mert hatalompontok számában is jót tesz egyébként, ha van az embernek ilyen 12 vagy 15 parancsnokán full legendás szett. Nekem ezzel a kastéllyal nincs. Nincs ez meg. Egyik kastéllyal sincs szerintem egyébként. Még Rubin, nagyon jó. Na most még egy olyan 6-ot mondjuk pörgessünk ezen kívül, de most már aztán most jobb oldalon volt a sisak, nem szivatom magam. Szóval most már aztán tényleg lezárjuk ezt a részt. 3. Kettő.
Még egy kis kaja, most már 81 000 fölött vagyunk, 83 000 kaja. Jackpot. Középen volt a sisak. Fú, mekkorát laggolt most. Egy utolsó pörgetés. Jackpot. És baloldal. És középen lett volna a 20 óra VIP idő, ami nagyon brutális lett volna egyébként, ha megszereztem volna. De így is szerintem több mint két nap összegében a VIP idő, amit szereztem most. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ebben a részben, és ajánlom, hogy tartson velem a következőben is. Köszönöm szépen a figyelmet, és nézzétek meg a mindenféle leírásban, meg infoboxban szereplő videókat, linkeket. 27-én zártuk végül is itt a ranglistán. Nagyon gratulálnak nekünk, úgyhogy folytatjuk majd ezt a szerencsekerekezést, és köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és sziasztok!